Szép estét kívánok, köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét. Mérföldkőhöz érkezett a Magyar Honvédség tartalékos rendszerének fejlesztése. Októberben Székesfehérváron is megalakult a Sipos Gyula nevét viselő területvédelmi ezred, és katonai hagyományoknak megfelelően, mint minden aktív katonai szervezet, csapatzászlót kap majd ez az ezred is a köztársasági elnöktől, és a tartalékos eskütétellel egybekötött ünnepség a csapatzászló átadás átvétellel egyetemben a Városház téren lesz majd október 13-án szombaton, azaz a holnapi napon 11 órai kezdettel. Ez a program egyébként nyilvános, mindenki részt vehet rajta, ez a köztér mai témája is, és ezt a témát járjuk majd körül. Sok szeretettel köszöntöm stúdiumban Burján Zsigmondot, kollégánkat, aki nem véletlenül ül itt, hiszen magáról a névadóról csinált egy filmet. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget, és én is szeretettel köszöntöm a nézőket. Hát igen, a 2016. november 18-án volt a bemutatója a Csak még egyszer előre című játékfilmnek. Maga a cím az onnan származik, hogy amikor a 17-es magyar királyi székesfehérvári 17-es honvéd dalgezrednek egy új parancsnoka lesz 1915. május elején. Ezt az új parancsnokot hívják Sipos Gyulának, és rögtön az ezred a fiatal új onnan kinevezett parancsnokával az észak-itáliai hadjáratba keveredik, és 1915. július 18-án hangzik el ez a mondat, amikor a Mont Saint-Michel-e hegynek a védelmében az úgynevezett 197-es magaslati ponton van az ezred. Ezt tudni kell, hogy ez körülbelül egy olyan 20 kilométerre van az Adria-tengertől, és gyakorlatilag a karszban nagyon nehezen tudták beásni magukat, és folyamatosan lőtte őket a tengerről is az olasz tüzérség. És ez a második kisonzói ütközet volt egyébként, időpontilag, és akkor, amikor látja a Sipos Gyula, hogy mennyi puskát, mert akkor nem azt mondták, hogy hány főt, hanem hány puskát veszített az ezred, gyakorlatilag egy puska az egy embert jelentett, hogy rommá lövik az ezredet, és szinte addig marad tartalék maradéka, fősorakoztatja őket, és azt mondja nekik, de a visszaemlékezők alapján, hogy szinte elfulló hangon a könnyeivel küszködve, hogy csak arra kérlek benneteket, hogy csak még egyszer előre. Ez valóban az elhangzott, és ez lett a filmnek a címe. Na most a Sipos Gyuláról és a 17-esekről a következőt kell tudni, hogy nagyon kevés olyan ezrede van például a monarchiának, katonai ezrede, alakulata, amelyik a 18-ban fegyverszüneti aláírás után rendben, egységben jött haza. Általában az volt a jellemző, hogy a fegyvereket eldobálva, elhagyva elindultak valahova visszafelé. Ennek aztán az is lett a következménye, hogy a fegyverszüneti egyezmény után az olaszok úgy gondolták, hogy nekik még nincs vége a nagy háborúnak, és folyamatosan támadták a magyar alakulatokat, és egyes kutatások szerint több mint 60 ezer hadifoglyot ejtettek. Még a fehérvári ezred, ez teljesen rendben, fegyvereit megtartva, folyamatos elszakadó harcot vívott az olasz hadsereggel. A három zászlóaljból, ha jól emlékszem, kettő az szinte teljesen megsemmisül, és egy zászlóaljjal érnek haza. És az is hozzátartozik még ehhez, hogy a Székesfehérváron található 17-esek emlékparkjában ez az oroszlános emlékmű, ez amikor az ezred hazaért, tehát 1918. november 18-án felavatják ezt a szobrot, ez a szobor ez már áll. Ez az első Magyarországon felállított nagyháborús emlékmű. Tehát ezt is Sipos Gyulának köszönhetjük, mert ő volt, aki azt mondta már a 16-tól kezdve, hogy,
hogy ezt az iszonyatos véráldozatot, ezt az iszonyatos küzdelmet valahogy meg kell eleveníteni. Tehát kell az ezrednek egy emlékműve, és akkor az ezred, ott elkezdtek már pénzt gyűjteni rá. Aztán gyűjtöttek Fehérváron is pénzt, a Székesfehérvár adta a területet, és aztán amikor hazajön az ezred, 18-ban, akkor ugye elbúcsúzik a maradék katonáktól az ezrednek a parancsnoka, akkor már ezredes rangban levő Sipos Gyula, és azzal búcsúzik el, hogy kéri a várost, hogy ez az emlékmű, tehát fogadja örökbe a város ezt az emlékművet, és őrizze meg az utókor számára. És az, hogy ha kimegyünk az Icsi-ligetbe, ott van az oroszlán, tehát a város ezt a kérést megtartotta. Innen fogjuk folytatni, meg nyilván a kutató munkától, amit azért el kellett végezni ehhez a filmhez, de annyit beszéltünk már a filmről, hogy tekintsünk meg belőle egy kis részletet. ...1915. július 4-e hosszú nap volt. Emlékezetes lesz az egész ezred számára, hiszen ezen a napon kezdődött a 17. Honvéd gyalogezred hosszú küzdelme a Doberdói fennsíkon. Már az idejövetelünk alatt sok meglepetés ért bennünket. A Vallónevölgyben levő néhány piszkos kőház tele volt katonával és minden elképzelhető járművel. Az úton oda és vissza siető katonák egyenként és csoportosan, mintha valami megbojdult hangyaboly kirajzását láttuk volna. A házakból kijövőktől megkérdeztem, kik vannak ott. Mindenhol segélyhely van, jött a válasz. Tele van sebesülttel és beteggel. Aztán készülnünk kellett arra, hogy előbb vagy utóbb megjelenik egy láthatatlan ellenség. A kolera. Sipos Gyula parancsnok, tessék! Igen, tudok róla, hogy kolera van. Köszönöm, törzsorvos úr, hogy tájékoztatott róla, és azt is köszönöm, hogy elmondta, hogy tiszta vízzel, vagy hogyha az nincs, forralt vízzel tudunk ellene védekezni. Nagy tisztelettel elmondanám, hogy ebben a pillanatban sem tiszta, sem koszos vízünk nincsen. Ha mégis találnánk koszos vizet, azt sem tudnánk miben és mivel felforralni. Köszönöm! Nem kell csüggedni. A vízutánpótlást hamarosan megoldjuk. Csővezetékeken juttatjuk el a friss vizet az első vonalba is. Ígéretet kaptam arra is, hogy kellő tárolóedényt is a rendelkezésünkre fognak bocsájtani. Ez már a frontvonal, itt nincsenek védelmi viszonyok, de fölmérjük, hogy mivel tudnánk hathatósan segíteni és javítani a helyzeten. Ez maga a karszt. Hogy hogyan fogjuk beásni magunkat ebbe a sziklába, azt még nem tudom, de tovább kell mélyíteni a fedezékeket. És homokzsákokkal megemelni a melvédeket. Valami tetőt is kell a fejünk fölé rakni, hogy megvédjen a becsapódó szilánkoktól. Ezért az a parancs, hogy minél előbb el kell kezdeni a fedezéke képítését. Értettem a rezedes úr, mindent megteszünk, ami emberileg lehetséges. Nos, hát akkor visszarepülhettünk az időben, ugye egészen 1915-ig. Amikor készültél erre a filmre, akkor milyen kutató munkát tudtál végezni, hol tudtál utána nézni, hiszen korábban beszélgettünk arról, hogy mindenképpen törekedtél a történeti hűségre. Ez is volt hogy hogyan, az a kezdem, hogy hogyan pattant kell fejembe, hogy ezt a filmet meg kell csinálni. Készítettem egy sorozatot, hogy a Siklósi Gyula, akinek mindent köszönhet, nagyon sok mindent köszönhetek, az ő életéről és a város történelmében egy filmsorozatot, ez a Fehérváron múlt jelen pillanatban még csak trilógia.
És ugye eljutottunk a 1914-től az időszakig, és ugye kiderül, hogy akkor Fehérváron három alakulat volt, voltak a huszárok, voltak a 69-es KNK, tehát Kaiser und König ezred, és volt a 17-es. Na most ez volt a városnak a házi ezrede, és nagyon fontossá vált számomra, abban a kis filmben elmondja a Rózsa János harci térkutató az ezrednek a történetét, ami egyébként főleg az észak-itáliai hadjáratra van kiegyezve, bár volt az ezred máshol is, de az kétségtelen tény is valahogy a legfontosabb és a legdurvább és a legbrutálisabb ütközetek, azok az isonzói ütközetek voltak, amiben az ezred részt vett. Na és itt térnék ki, hogy honnan kaptam a támogatást, ugye a Székesfehérvár megyei jogváros önkormányzata és polgármestere elkezdte támogatni ezt a filmet, és így tudtunk nekiállni bármit létrehozni. Vannak leírások. Nagyon sok leírás van, például van egy könyv a 17-esek a nagy háborúban, azt tulajdonképpen Sipos Gyula szerkesztő és a bevezetőt ő írja. Az ő visszaemlékezése, mert ő is megírt egy könyvszerűséget. Hát egy ilyen memoárt. Egy ilyen memoárt, így van. Na most ez teljesen eltűnt. Tehát én tartottam a kapcsolatot Sipos Béla professzor úrral. Ő volt, aki a családot képviselte, és amit tudott, ő nekem a rendelkezésemre adott a legbensőbb levelezéseketől kezdve mindent, és ez hálás köszönetem, de mindig arra tértem vissza, hogy nem létezik, hogy a Sipos Gyulának nincsenek visszaemlékezése, de voltak, tudja, hogy voltak, de egyszerűen nem, valóban az eltűnt. De még akkor tűnt el, mielőtt 1938-ban megjelent volna ez a könyv. Már azelőtt eltűnt. És akkor a Sipos Gyula szerkeszte a könyvet, amit beírtak azok az emberek, akik részt vettek az ezred katonájaként, tisztjei, altisztjeiként ugye az isonzói ütközetekbe, és az egyik alap az ez volt. A másik alap az pedig a nagy háborút kutató alapítványnak a kutatói, Rózsafi János, Stenzinger Norbert és Pintér Tamás. Természetesen azzal kezdődött az egész, hogy elmentünk egy 4 napos útra, hogy bejárjuk azt a helyszínt, ahol az ezred, tehát az egész Doberdó-fennsíkot, akkor a Görz, akkor a Mont Saint-Michele, Mont Saint-Gabriele, a Tomba, Mont Sabatino, ugye ezeket a hegyeket, ahol az ütközetek voltak, és főleg sokat időztünk a Mont Saint-Gabrielén, ami az összes isonzói, a 11 isonzói ütközet közül a legvéresebb volt. Mert az volt gyakorlatilag az isonzó folyó partján az utolsó hegy, és a monarchia hadviselése arra gondolt, az volt az elképzelése, hogy a hegyeket elfoglalják, és itt tudják megakadályozni az olasz betörést. És az utolsó hegy volt, ez volt 1917. szeptemberétől tartott ez az ütközet. És aztán arra is rájöttem, hogy kellett húznom egy pontot, amikor azt mondtam, hogy én már több írás, több könyvet nem olvasok el, mert ha még elolvastam volna 2 könyvet, akkor hát az nem tudtam volna hova, az túl sok lett volna az én fejemben, és nem tudtam volna hova, meg hogyan elindulni, de mondom, a nagyon nagy segítséget ebbe a fent említett 3 kutató adta. Volt személyes érintettséged is, amiért mindenképpen meg akartad ezt a filmet csinálni? Igen. Hát egészen kisgyerekkoromban anyai nagyapám, édesanyámnak az édesapjával nagyon sokat jöttünk oda az orosz állnak szoborhoz, és mindig azt mondta, hogy nagyon büszke arra, hogy a 17-esekkel együtt harcolhatott. Na most ő nem a 17-eseknek volt a katonája, hanem ő a Magyar Király Budapeste egyes számú honvéd gyalog ezrednek volt a katonája, csak az úgy állt föl, hogy a monarchia 7. hadtestének, a
20. gyalog hadosztálya állt a budapesti 1-esből, a debreceni 3-asból, a nagyváradi 4-esből és a fehérvári 17-esből. És hát ő, miután fiatalabb volt, ő 17-ben kapcsolódik be a háborúba. Először az orosz fronton pihen az ő ezrede is, de ott vannak a 17-esek is. És utána aztán 1917. szeptemberétől kapcsolódik be élesen, az például az első tűzkeresség, az a Mont Saint Gabriel-nek a védelme. Mi lehetett Sikors Gyula személyiségének a titka, mert hát a visszaemlékezésekben, a filmben is ugye azért ő egy ilyen meghatározó, ikonikus figurának tűnik. Én azt gondolom, hogy amellett, hogy egy kemény katonember volt, ő a katonai pályára készült, egyébként Márkosfalvi Sipos Gyula, Márkosfalván született Erdélyben, de nem használta ezt a nevet, hanem mindenhol csak Sipos Gyula van, Sipos Gyula. Tehát ő csak így használt, hogy Sipos Gyula, és hát készült erre a pályára, elvégezte a Ludovikát, utána a Bécsi Katonai Akadémiát, és én azt hiszem, hogy ezt ő nagyon jól megfogalmazta, hogy a bizalom volt a legfontosabb. Tehát kiépített nagyon gyorsan ennek az ezrednek egy olyan lelkületét, ami a bizalomra épült, mert azt mondta, hogy ezt máshogy nem lehetett volna megcsinálni. Tehát bíztak a tisztek az altisztek a legénységbe, a legénység az altisztekbe, és az altisztek a tisztekbe. És ezt a bizalmi rendszert, ezt kellett kiépíteni, és szerintem ez volt a legfontosabb. A másik, hogy hát van a filmben egy olyan jelenet, amit sokan nem hisznek el, hogy ez így történt, de úgy történt, hogy végtelen ember tudok maradni. Tehát van egy olyan, ahol a monarchia tisztikarának a 99,9%-a máshogy döntött volna. És ő pedig úgy döntött, ahogy döntött. És tehát én ezt tudom elképzelni, mert a leírásokból azért nagyon sokat ki lehetett olvasni. Például volt egy katonája, aki jó 10-15 évvel a nagyháború után visszament, és megnézte azt az egész területet, és ír egy hosszú levelet, hogy milyen benyomások érték, ugye már békeidőben, és akkor azzal fejezi be, hogy ezredes úr, jelentem, én ma is az ön katonája vagyok, és az is fogok maradni. Hát ez csupa-csupa olyan dolog, ami tulajdonképpen egyértelműsíti is azt, hogy ez az új katonai szervezet miért is egyértelmű, hogy Sipos Gyula nevét veszi fel. Hát nemrégiben itt járt nálunk Takács Attila dandártábornok, aki ugye a Honvédség 6 kiegészítő felkészítés kiképző parancsnokságának a parancsnoka, akihez ugye ez az új ezred tartozik. Vele is beszélgettünk, és hát nyilván a szombati eseményekről is, úgyhogy tekintsük meg ezt az összeítést, aztán folytatjuk egy kicsit még majd Sipos Gyulával utána. Ez a parancsnokság 2016 nyarán őszén alakult meg, korábban kiképzési szakterületet vettünk át, és ezt egészítette ki a honvédelmi vezetés egy teljesen új területtel. Ez a társadalmi kapcsolattartás területrendszere, amelyből nagyon sok minden más egyéb következik. Ebbe beletartozik a tartalékos katonai szolgálat megújítása, beletartozik a honvédelmi nevelés, a katonai hagyományok ápolása, a hadisírgondozás, a katonai testnevelés, tehát egy nagyon széles spektrumot kapott a parancsnokság. Én azt mondanám, hogy ez egy integráló szervezet, hiszen azok a szervezeti elemek, amelyek korábban önállóan vezérkarfőnök közvetlenként működtek, ők végezték a saját szakterületeket, egy irányba gondolkodtak, viszont ahogy ezzel a parancsnoksággal kerültek kapcsolatban, össze tudtuk kapcsolni például a tisztképzést, az altisztképzést, annak a gyakorlati részét össze tudtuk szervezni, logisztikailag meg tudtuk támogatni, és sokkal több lehetőséget tudunk nyújtani így a képzésben, kiképzésben is. Az imént említett dolgok közül Székesfehérváron szinte mindegyikkel találkozhatunk, de nem csak ebben a vonatkozásban kötődnek önök ide Székesfehérvárhoz, hiszen a beszélgetésünk apropóját az adja, hogy októberben megalakul Székesfehérváron az MH6. Sipos Gyula területvédelmi ezred. Erről mit kell tudni, parancsnok úr?
Hát ez egy nagyon fontos mérföldkő, hiszen 2017. februárjában akkor még dr. Simicskó István miniszter úr határozta meg azt ennek a parancsnokságnak, hogy egyrészt a területvédelmi elven szervezzük újra a Magyar Honvédség tartalék erejét, hiszen azok a tartalékos katonák, akik most teljesítenek szolgálatot, ők nagyon közel állnak a felső korhatárhoz, és új alapokra kell helyezni. Ezzel egyúttal meghatározta, hogy mintegy 20 ezer tartalékost toborozunk, ami nem kis fejfájást okozott, hogy hogyan fogjunk ehhez hozzá. És hol tartanak most? Jelen pillanatban 7700 főnél tartunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó ütemben haladunk, és az a tervező-szervező munka, ami elindult 2017 elején, ez már komoly eredményeket tud felmutatni. Az egyik ilyen nagyon fontos eredmény, hogy akkora létszámot sikerült betoboroznunk, hogy most már nem lehet a parancsnokság rendszerében működtetni, hanem külön katonai szervezetekbe át kell, hogy szervezzük ezt a sok tartalékos katonát. És mind a keleti ország részben megalakul egy területvédelmi ezred, illetőleg itt a nyugati ország részben Székesfehérváron fog október 13-án megalakulni az a parancsnokság, amely Dunántúl összes tartalékos katonának a képzésért, felkészítésért, toborzásáért, és ha szükség van rá, nyilván az alkalmazásáért is felelős lesz. Hány fővel alakul meg ez az ezred? Jelenleg egy 3200 fő tartalékos katona tartozik ide ehhez, de én remélem, hogy az év végéig ez közel 4000 főre föl fog menni, hiszen a toborzással nem állunk meg, nagyon népszerű ez a szolgálati forma, mi magunk is meglepődtünk rajta, hogy a fiatalok is, és a középkorú korosztály is nagyon érdeklődő. Nyilván náluk van egy picit nosztalgia, hiszen közülük vannak azok, akik még voltak sorkatonák, de a mai 20 évesek, nekik szinte nincs is tapasztalatuk a katonai szolgálatról, maximum filmekben találkozhattak, vagy esetleg egy laktanyi nyílt napon találkozhattak, vagy valamelyik sorozat révén kaphattak valamilyen fajta képet. De mi szeretnénk megmutatni a valós képet is, hiszen néha az elképzelt dolog, vagy egy filmbeli dolog, az nem teljesen fedi a valóságos körülményeket. Férfiak és nők vegyesen vannak egyébként, vegyesen vállalnak szolgálatot? Igen, hiszen a Magyar Honvédségben a nők és a férfiak teljes mértékben egyenjogúak. A fizikai követelményekben vannak különbségek a hölgyek javára, nekik vannak engedmények, könnyítések, illetőleg életkorhoz kötöttek ezek a fizikai követelmények, bármely beosztásra jelentkezhetnek hölgyek is, urak is. A beosztáshoz előírt követelményeket, aki teljesíteni tudja, nagyon szívesen látjuk sorainkban. Miért népszerű ez a szolgálati forma? Mit kell tudni erről egyáltalán? Én azt gondolom, hogy ez az önkéntes tartalékos szolgálati forma, amelyből három kategória létezik, a legkevésbé kötött formát jelenti, hiszen abszolút igazodunk az állampolgároknak a személyes elfoglaltságához. Tehát nem kell elhagyni a lakóhelyét, hiszen a járásához, a településéhez kötődik az a feladat majd, amit részre meg fogunk határozni. A képzés felkészítésben igyekszünk a környékre koncentrálni, hiszen a lőki képzésnél nagyon szigorú szabályok vannak, ahol csak kijelölt lőtereken lehet ezeket végrehajtani, és a katonai fegyverek azért a sportfegyverektől sokkal nagyobb hatóerővel bírnak. Igyekszünk úgy megszervezni a kiképzésüket, hogy az hétvégére, vagy velük egyeztetett időpontban, amikor a munkaadójuk el tudja engedni őket, akkor történik meg a kiképzés, és mindenben igyekszünk az ő személyes elfoglaltságukhoz igazodni. Talán ez lehet az oka ennek a népszerűségnek, illetőleg a kiképzés módszerében is változtattunk, hiszen a régi sorkatonai időszakban a hidegháború időszakára kialakított kiképzési rendszer az a mai hadviselési rendszerben már nem állja meg a helyét, és igyekeztünk olyan módszereket alkalmazni, ami kihívás és élmény jellegű kiképzést ad. Nagyon minimális vagy kevés elméleti tananyag, ezek távoktatásban, internetes felületen elérhetőek, könnyen otthonról is elsajátíthatóak, és amikor behívjuk a képzésre őket, akkor inkább a gyakorlati fogások az elsődlegesek, hogy azokat megtanulják, és egy nagyon jó kis közösségépítő is, hiszen a nap végén mindig találnak valami olyan közös programot, amivel leengedik a gőzt, egy picit a közösség összekovácsolását erősíteni tudják, át tudják beszélni az élményeiket, és meg tudják a következő alkalmat beszélni. Akkor mondhatjuk azt, hogy ilyen gyakorlatorientáltá vált már ez a kiképzési forma? Igen, igen. Abszolút ez a cél, hogy ne sematikus ismereteket adjunk, hanem ez a gyakorlatban alkalmazható ismeretet kapjon mindenki.
járőrtípusú faltokat igyekszünk betervezni, amikor összefűzzük az egyes ismereti anyagokat, és a fizikai terhelés mellett is tudják használni ezeket az ismereteket, hiszen ez a lényeg. Egy adott helyzetben, amikor egy veszélyhelyzet kialakul, akár egy téli rendkívüli időjárás, vagy egy árvízi helyzet, akkor is ott a fizikai terhelés, ott a nyomás, és az alatt kell tudni teljesíteni mindenkinek. Említette már a megyét, akkor egy kicsit térjünk vissza Fejér megyére, vagy akár szűkebb környezetünkre, Székesfehérvárra. Hogyan jellemezni itt a tartalékos toborzás helyzetét? Hát én azt gondolom, hogy egy nagyon kedvező helyzetben vagyunk, hiszen Székesfehérvár hosszú idők óta nagyon komoly katonai hagyományokkal rendelkezik, hiszen történelem során mindig volt valamilyen parancsnokság Székesfehérváron, és mindig vezető szerepet töltöttek be a Magyar Honvédség életében ezek a parancsnokságok. Tehát nagy katona múlttal rendelkezik, nagyon komoly társadalmi támogatottsága van a honvédelem ügyének ebben a városban, tehát itt könnyű volt toborozni, ha úgy tetszik. Itt a járási század az már 100%-osan feltöltött, és a megye több járásában is nagyon közel állunk a 100%-os feltöltöttséghez, úgyhogy mindenképpen az élmezőnyhöz tartozik Fejér megye és Székesfehérvár járás is. Nyilván a névválasztás sem véletlen, amikor eldöntötték, hogy az új megalakuló ezrednek a neve az Sipos Gyula területvédelmi ezred lesz, de hogyha erről egy kicsi háttérinformációt tudna mondani a kedves tévénézőknek, azt megköszönném. Igen, tehát említettem az elején, hogy a parancsokságunk a tartalékos rendszer mellett sok minden mással foglalkozik, a katonai hagyományápolással is. Hiszen ha megnézzük, hogy ezeknek a területvédelmi ezredeknek a megalakítása az egy 100 éves évfordulóhoz kapcsolható, és ha visszatekintünk egy picit a közelmúltba, akkor láthatjuk, hogy az első világháború katona hőseit nagyon hosszú időn keresztül említeni sem lehetett, aztán rendszerváltást követően elindult a rehabilitáció, és pontosan Sipos Gyula esetében is, aki altábornagyként fejezte be a katonai pályafutását, egy olyan személyiség, aki példaképül állhat a jelenkor katonai számára, tartalékos katonák számára, és a honvédelmi nevelésben résztvevő fiataloknak is érdemes az ő életútját, pályát, tetteit megismerni, hiszen kötődik Székesfehérvárhoz. Jól ismert itt Székesfehérváron, Fejér megyében Sipos Gyula és családjának a tettei, illetőleg a 17-es gyalogezred is itt állomásodott annó. Tehát gyakorlatilag egy 100 év után szinte egyfajta továbbvitele a hagyományoknak azzal, hogy területvédelmi ezredet alakítunk meg az akkori korábbi ezredek után, és azoknak a hagyományait szeretnénk továbbvinni. Hogy fog kinézni maga ez a névadó vagy csapatzászló átadó ünnepség? Erről tudhatunk már részleteket? Igen, ennek a programtervét nagyon részletesen összeállítottuk. A csapatzászlót a köztársasági elnök úr adományozza minden békében élő katonai szervezet részére, így lesz ez a 6-os területvédelmi ezreddel is, hiszen sajátosság ennek a tartalékos rendszernek, hogy nem egy nyugvó-alvó képességről beszélünk, hanem a mindennapokban, a hétköznapokban folyamatosan hívjuk be ezeket a katonákat kiképzésre, felkészítésre, tehát egy békében élő szervezetről beszélünk. Reméljük, hogy a köztársaság elnök úr meg tudja a jelenlétével is tisztelni ezt a rendezvényt. Miniszter úr fog részt venni rajta, a vezérkarfőnök úr és nagyon sok fontos személy, aki ennek az ügynek az érdekében nagyon sokat tett és képviseli ezt az ügyet. A zászló adományozás alkalmából zászlószalag kötése és sor kerül. Itt a Sipos Gyula leszármazottaiból kértünk fel egy hölgyet, aki el is vállalta nagyon szívesen a zászlóanya szerepét, aki azért fontos a csapat életében, hiszen ő az intelmeivel, az útmutatásával mindig segíteni tudja, hogy ne veszítse el a hitét ez a csapat, ez a szervezet, ez az ezred. És ehhez kapcsolódóan fognak még a katonáink esküt tenni, akik eddig nyilvánosan nem tudtak katonai esküt tenni ennek a rendezvénynek a keretében. Az újonnan adományozott csapat zászlait tudják a katonai esküt letenni majd. Nos, tehát nagyon sok érdekes részletet megtudtunk itt a katonai hagyományokról, illetve hát magáról erről a csapatzászló átadó ceremóniáról is, és az is elhangzott ugye, hogy itt lesz a zászlóanya, aki Sipos Gyula második feleségének az unokája, és hát ő fogja az emlékét, a hagyományait ápolni, és hát itt lesznek a Sipos Gyula
kvázi hozzátartozó is, tehát mutatja, hogy számukra is fontos ez az örökség, meg azt gondolom, hogy Székesfehérvár számára is. Hát én biztos, hogy benne Székesfehérvár számára is fontos, mert eleve a város úgy áll a múltjához, ami szerintem nagyon, nagyon szép dolog, tehát nagyon ápolja ez a város a múltját. És, mert ugye Siklósi Gyula mondta mindig azt, drága Gyula bácsa, hogy hát, ha elveszik a múltadat, akkor elveszik az országodat. És ezért nagyon fontos a múlt. És a másik pedig az, hogy Sipos Gyula azért Székesfehérvárnak a díszpolgára. Hogy vagy 17 vagy 18-ba kapja meg a díszpolgári címet, nagyon hirtelen most nem teszem, de az indoklás az, hogy a lényeg az indoklásnak az, hogy azzal a hihetetlen emberséggel, ahogy bánt a rábízott katonáikkal, akiknek ugye a java része azért Fehérvárból származik, bár aztán a vége felé már, amikor már annyira már nem volt ember, mert ez azért ez az ezred, ez többször föl emésztette a saját létszámát, hogy akkor már hívtak Tolna megyétől kezdve, mindenhonnan hívtak be embereket, de ez a megfogalmazás, hogy miért lett a városnak a díszpolgára, ezért, mert nagyon emberségesen bánt a rábízott katonákkal. És ez biztos, hogy kívül. Nem volt általános a monarchia, hierarchikus, merev hadistruktúrájában. Én ebben biztos vagyok. Említette még egy érdekes dolgot, hogy ugye az ezredbe székesfehérváriak, fejér megyeiek tartoztak alapvetően innen a régióból. Nekem egy kicsit az egy ilyen nagyon szimbolikus dolog, hogy most ez az új tartalékos ezred, ugye Sipos Gyula nevét fogja felvenni, és ez a terület, akik ide tartoznak, ez is gyakorlatilag Székesfehérvár, Fehér megye és a régió területét öleli fel alapvetően. Tehát kvázi az is elképzelhető, hogy ma olyan férfiak, vagy akár nők állnak ott, akinek annak idején a dédapja, szépapja ott harcolt Sipos Gyula ezredében. Szerintem ez is egy ilyen jelképes dolog, nem? Hát én azt gondolom, hogy én biztos vagyok benne, hogy ez így van. És ez most, ahogy így említed, ez... Ez egy kicsit olyan hátborzunknak, hát olyan igen, kellemes. Hát igen, inkább a torkomat szorítja valami. Tehát ez nagyon megható. És szóval én azt tudom csak mondani, hogy ha a Sipos Gyula most ezt holnap látni fogja, akkor én azt gondolom, hogy biztos, hogy nagyon büszke lesz arra, hogy az ő nevét fogja egy Fehérvári központtal működő ezred viselni. És ez tényleg egy párhuzamos dolog, hogy mindenhonnan jön neki, de ebbe az ezredek a végén is. Hát volt olyan, hogy Erdélyből is jöttek már a végén. Tehát ez nagyon, nagyon párhuzamos dolog, és nagyon csodálatos. Ha már a csodálatos dolgokat említed, lesz a folytatás? Hát igen, tervezzük azt, hogy tehát az, hogy mi történt utána. Mert gyakorlatilag Sipos Gyula hazajön, és néhány nap múlva az ezredet felosztják. Ugye, amikor ők hazajönnek, már akkor már Linden Béla, a hagyibő névbiztos már kijelentette azt, hogy nem akar katonát látni, meg is lett ugye az eredménye, és azt az időszakot fogja fölölni a film, ami aztán elvezet 1920. június 4-éig, de nem azt fogja a film boncolni, hogy történelmek, hogy kerültünk oda, hogy jutottunk el odáig, hanem azt, hogy akik ebben részt vettek, mint hogy a nagyapám is, mint hogy a Sipos Gyula is, nem értettek semmit, hogy hogyan tudunk eljutni oda. Sipos Gyula belép a tanácsköztársaságba, mert ugye azt mondja, hogy ő nem politikai alapon lép be, hanem egyszerűen veszélyben van a haza. A monarchia tisztikarának nagy része egyébként a Stromfeld Aurél alá belép. Hát a Stromfeld Aurél is a monarchiának egy stratégiája volt, egy vezető katonatisztje. De aztán, amikor látják, hogy mi történik, és az egésznek milyen értelme van, meg hogy hullik szét minden, és akkor eljutnak oda, hogy jönnek a hírek, hogy hát igen, földarabolják az országot.
És én arról szeretnék filmet csinálni, hogy röviden összefoglalja, hogy nem arról, hogy ez most a háttérben milyen alkok voltak, hanem legalább legyen jogunk ahhoz, amihez a nagyapáinknak joga volt, hogy legalább azt mondhassák, hogy ezt nem értjük, és nem fogjuk megérteni soha. Nos, hát izgalmasnak ígérkezik, és én szerintem sokak nevében várom a folytatást. Ott leszel szombaton a helyszínen? Hát nagy megtiszteltetésért, hogy meghívtak természetesen. Nos, akkor találkozhatunk veled is, és hát ugye a fehérváriakat is várják erre az eseményre. Én nem győzöm hangsúlyozni, szerintem ez egy fantasztikus és igen különleges dolog lesz majd, hiszen ahogy azt hallhattuk a bejátszóból is, mintegy 300 fő lesz, 50-en tesznek új esküt, és hát maga ez a csapatzászló adományozási ünnepség is, én azt gondolom, hogy egy kuriózumért nem láthatunk minden nap. Érdemes lesz megnézni, és hát búzítok minden székesfehérvárit és érdeklődőt, hogy 11 órától látogassanak el majd a Városháztérre, hogy szombaton önök is részesei legyenek ezeknek az ünnepélyes pillanatoknak. És hogyha már Sipos Gyulát említettük, akkor sok szeretettel ajánlom Bórján Zsigmond filmjét is a figyelmükbe, hiszen szombaton éppen az avató ünnepség apropóján a Fehérvár Televízió Zsigmond engedélyével a műsorára tűzi, és 16 óra 55 perctől lesz majd látható. Köszönöm, hogy itt voltál még egyszer. Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, köztérre legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Viszontlátásra!